kérnem tőle, hogy adja az áldását. But I ask him to give his blessings. Van egy ilyen magyar mondás, hogy ha ló nincs, a szamár is jó lesz. There's a Hungarian saying that if you do not have a horse, then an ass is okay. Ez vagyok én. That's me. De próbálok valamit mondani Sri Krishnáról. I try to say something about Sri Krishna. Van egy nagyon szép vers a 10. ének 5. fejezetében. There is a very wonderful verse in the 10th canto, in the 5th chapter. Amikor ugye Krishna megszületett, when Krishna gave birth, Nanda Maharaj rendezett egy ceremóniát, egy születési ceremóniát. Nanda Maharaj performed the birth ceremony. Tisztító szertartás rendezett Krishna számára. He made a purifying ceremony for Krishna. Adományozott a brahmanáknak. He gave charity to the brahmanas. És követte mindezeket a tisztító szertartásokat. And he followed all these purification processes. És nagyon érdekes, szeretném felolvasni az egyik verset ezzel kapcsolatban. And I'm gonna read one of the verses regarding to this. Így szól ez a vers, majd odaadom a könyvet. Shukadev Goswami így szólt. Nanda Maharaj természeténél fogva nagy lelkű volt, és amikor az Úr Sri Krishna megjelent a fiaként, boldogság töltött el. Ezért aztán, miután megfürdött, megtisztította magát, és illendően felöltözött, meghívta a brámanákat, akik tudták, hogyan kell vibrálni a védikus mantrákat. Miután a képzett brámanákkal elmondatta a védák áldásos himnuszait, gondoskodott róla, hogy az elírások szerint egy védikus születési szertartással ünnepeljék meg újszülött gyermeke világra jöttét, és a félistenek és az ősatyák imádatát is elrendezte. Shukadev Goswami says, Nanda Maharaj was unlimitedly grateful by his nature, and when Sri Krishna appeared as his son, he was filled with happiness. Because of this, after taking bath, he cleaned himself, purified himself, and dressed properly, invited the brahmanas, who know how to recite the Vedic mantras. After these learned brahmanas said the great hymns of the Vedas, he take care of to celebrate according to the Vedic birth ceremonies, a newborn child, and after that he made the worship of the demigods and the pretas. Itt van egy nagyon érdekes szó a versben, hogy jata karma. There's an interesting word in the verse, jata karma. És Srila Prabhupada itt írja a magyarázatban, a jata karma szertartást akkor lehet elvégezni. Amikor a gyermeket összekötő köldökzsinórt elvágják. És itt Vishwanath Chakravarti Thakurt idézve, akkor hogy volt ez a köldögzsinór átvágás vagy nem, akkor itt volt különböző vélemények. And he quotes Vishwanath Chakravarti Thakur because there are different opinions about if the navel cord was cut or not. De Nanda Maharaj akkor bemutatta ezt a szertartást. But Nanda Maharaj performed this ceremony. Hallottuk korábban, hogy Krishna megszületett Maturában is. We heard that Krishna also took birth in Mathura. Megszületett itt Gokulában is, Nanda Nandan Krishnaként. He taken birth in as Nanda Nandan Krishna at Gokula. És amikor hallunk Krishnának a születéséről, akkor
És amikor emlékezünk Krishnának a születésére, and when we hear about the birth of Krishna, and when we remember the birth of Krishna, akkor meg tudunk szabadulni az ismétlődő születéstől és haláltól. Then we can get free from the repetition of the birth and the death. A Bhagavad Gita egyik legfontosabb verse, a 4. fejezet 9-es verse. One of the most important verse in Bhagavad Gita is chapter 4, verse 9. Janma karma cha me divyam evam yuvetti tatvata yaktva deham punar janma naiti mam eti so arjuna. Aki ismeri megjelenésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, who knows the transcendental nature of my appearance and activities, annak nem kell újra megszületni ebben az anyagi világban. Those do not have to reborn in this material world. És nem kell visszatérnie. And he never have to come back. És eléri a Krishnának a transzcendentális természetét. And we attain Krishna's transcendental nature. És amikor megértjük, hogy Krishna hogy jön ide az anyagi világba, when we understand how Krishna comes to this material world, hogyan születik meg a megszületetlen, how the unborn take birth, akkor mi is ki tudunk szabadulni az ismétlődő születés és halál körforgásából. Then we can also get free from the repetition of the birth and death. Krishna különböző okok miatt jön az anyagi világba. Krishna has different reasons for coming to the material world. Szedjük össze, milyen okokat mond a Bhagavad Gita, hogy miért jön Krishna az anyagi világba. Let's collect the reasons from the Bhagavad Gita states why Krishna comes to the material world. Megvédelmezi a baktáit, megbünteti a démonokat, és a vallásos elveket helyreállítja, és megjelenik akkor korszakról korszakra. Sambhavami yuge yuge. És mondta egyszer Srila Sivaram Maharaj, hogy ugye amikor Krishna mondta, hogy korszakról korszakra megjelenik, akkor az első yugé az Krishnára vonatkozik. Srila Sivaram Maharaj mentioned once, when Krishna says yugé yugé, then the first yugé is about Krishna. És a második pedig Chaitanya Mahaprabhuról szól. And the second is about Lord Chaitanya Mahaprabhu. Megjelenik, mint Sri Chaitanya Mahaprabhu a Kali Yugában. He will manifest himself in Kali Yuga as Sri Chaitanya Mahaprabhu. És fogok néhány keftelésről beszélni, mert az a ugye címe, hogy Krishna Katha, hogy beszéljünk Krishnának a kefteléseiről. I will speak about some pastimes of Krishna because this is Krishna Katha, we should speak about the pastimes of Krishna. Ami kapcsolatban van Nanda Maharajjal, Yashodanyával. It is connected to Nanda Maharaj and Yashodanyai. És emlékeztet bennünket Krishnának a születésére és cselekedeteire. And it reminds us about the birth of Krishna and about his activities. Krishna akkor megjelent Gokulában. Krishna appeared in Gokula. És már gyermekkorától fogva akkor különféle veszélyeknek volt kitéve. And as a child he had to face different dangers. Az első démon, aki jött Gokulába, hogy elpusztítja Krishnát, az Putana volt. The first demon came to Gokula to destroy Krishna was Putana. Kamsa küldte Putanát. Kamsa sent Putana. Volt egy nagyon érdekes esemény Maturában. There was a really interesting happening in Mathura. Ugye amikor Yogamaya, Vasudev visszavitte a Yogamaya Devit a Kamsa börtönébe. When Vasudev brought back Yogamaya Devi to Kamsa's prison, akkor Kamsa jött, hogy akkor megölje a kisgyermeket. Then Kamsa came to kill the baby. És akkor mondta neki Devaki, hogy ez nem egy fiú, hanem egy lánygyermek. And Devaki told him, this is not a boy, this is a girl. És akkor Kamsa akkor kicsit megzavarodott, hogy akkor hát fiúnak kellett volna lenni. And Kamsa was confused because he knew that it's supposed to be a boy.
De annyira benne volt ebbe a démonikus hangulatába, hogy kész volt megölni a kislányt is. But he was so in this demonic mood then he was ready to kill the baby girl. De akkor Maya Devi akkor kicsúszott a kezei közül. But Maya Devi slipped out from his hands. És tudatta vele, hogy a végzete már megszületett valahol máshol. And let him know that his final destiny already born somewhere else. És volt egy nagyon érdekes dolog, hogy Kamsa akkor elkezdte megbánni azokat a bűnöket, amit elkövetett Vasudev és Devaki ellen. And then Kamsa started to regret all his sins that he made against Vasudev and Devaki. És itt írja a Bhagavatam, hogy elkezdett tőlük bocsánatot kérni, és elkezdte őket szolgálni, és próbálta valahogy megbékíteni őket. And the Bhagavatam says that he started to apologize and started to serve Devaki and Vasudev, and he tried to pacify them. És amikor Narada Muni látta ezt, hogy Kamsa elkezdi szolgálni a baktákat, and when Narada Muni saw that Kamsa started to serve the devotees, Kamsa kezdett kiesni a szerepéből. Kamsa started to get out of his role. Ugye a forgatókönyv szerint Kamsa nem lehet ebbe a szerepbe. By the scenario, Kamsa can't serve devotees. És még a Bhagavatam úgy fogalmaz Kamsával kapcsolatban, hogy Kamsa Prabhu. The Bhagavatam says about Kamsa that Kamsa Prabhu. És Narada Muni aggódott, hogy Krishna elkezd úgy gondolkodni Kamsára, mint egy baktára. And Narada Muni was worried that Krishna will start to think about Kamsa as a devotee. És akkor elkezd úgy viszonozni vele. And then he will start to reciprocate with him. És akkor mi lesz a keftelésekkel? Then what will happen with the pastimes? Ki fogja küldeni a démonokat? Who will send away the demons? És jött Narada Muni, és akkor visszabillentette most már több egyére Kamszát, hogy csinálja csak a dolgát. So Narada Muni came and he put Kamsa back to his original position and make him do his business. Volt, amikor legelőször jött Vasudev és hozta a legelső gyermekét. When Vasudev came the first time and he brought his first child. És akkor Kamsa visszaadta a gyermeket, úgyis a nyolcadik gyermek fog problémát okozni nekem, akkor ezt az első gyermeket nyugodtan elvihetitek. And Kamsa gave back the first child because he knew that the eight children will make problems for him. So he said that this is the first child, so you can take it back. És Narada Muni mondta neki, hogy tudod, ezek a félistenek nagyon trükkösek. And Narada Muni told him that you know these demigods are really tricky. Hogyha innen számolod, akkor ez a nyolcadik. If you start to count from there, then this is the eighth one. Hogyha innen számolod, akkor ez a nyolcadik. But if you start to count from there, then this is the eighth one. Nem tudod pontosan, hogy mi történhet. You don't know exactly what will happen. Tehát, hogy próbálta rávenni Kamsát, hogy akkor ne essen ki a szerepéből. So he tried to convince Kamsa to stay in his role. Bhakti Patra majd fog ennek a részleteiről beszélni utánam. After me, Bhakti Patra will speak about the details of this. De akkor volt az első démon, akit küldött, az Putana volt. So then, after this, he sent the first demon, Putana. És ugye Putana akkor felvette egy nagyon gyönyörű formát. Putana take up a really beautiful form. És annyira csodálatos volt a formája, és annyira meggyőzött mindenkit. And her form was so beautiful and so convincing, hogy mindenki gyakorlatilag nagyon könnyedén bejutott nem csak Gokulába, nem csak Nanda Maharaj palotájába, hanem abba a szobába, ahol Krishna volt. And for her it was really easy to enter Gokula and then Nanda Maharaj Palace and to the room where Krishna was. És Yashoda anya és Rohini Devi akkor engedélyt adott neki arra, hogy megszoptatja a Krishnát.
And Mother Yashoda and Rohini gave their permission to her to breastfeed Krishna. Akkor tudjuk, hogy Putana nagyon rossz szándékkal jött, bekente a keblét méreggel. But we know that Putana came with a really bad intention. He put poison on her chest. És amikor Krishnát odaemelte a melléhez, akkor Krishna elkezdte szívni a tejét. And when she put Krishna to her breast, then Krishna started to suck her milk. És nem csak, hogy ki elfogadta a tejét, hanem kiszívta az életlevegőit is. And he didn't just accept the milk, but he sucked out the life airs from Putana's body. És Dinabandhu Prabhu mesélte egyszer, amikor itt volt. And one time when Dinabandhu Prabhu was here, hogy amikor Krishna ott van, az inkarnációk szintén ott vannak benne. He explained when Krishna is there, then all the incarnations are also there. És mondta, hogy a mérget azt az Úr Shiva fogadta el. And he said the poison was accepted by Lord Shiva. Az Úr Shivának van ebben gyakorlata, kihívott egy egész méregóceánt. Lord Shiva has some practice in this because he drank a whole poisonous ocean. Az a pár csepp méreg már nem volt semmi az ő számára ehhez képest. So for him this few drops of poison was nothing, wasn't a big deal. Vasudev kiszívta az élet levegőjét. Vasudev sucked out the life air. És Krishna elfogadta a tejét. And Krishna accepted her milk. És amikor Uddhava dicsőíti Krishnát, Uddhava glorifies Krishna, akkor dicsőíti őt, hogy ki lehetne nála kegyesebb. Then he glorifies him in a way that asking who can be more merciful than him. Aki anyjának fogadott el egy boszorkányt, who accepted as a mother, accepted a witch as her, as his mother. És egy olyan pozícióhoz juttatta az a lelki világban, hogy ő lehetett a daikája. And he gave a position in the spiritual world that she became her nurse. És akkor Uddhava gondolkodott, ki lehetne Krishnánál kegyesebb. So Uddhava was thinking about who can be more merciful than Krishna. Gyakorlatilag ez a keftelés, ez egy reklám Krishna, Krishna részéről. Practically, this pastime is an advertisement of Krishna. Csak nézzétek Putanát. Just let's see Putana. Eljött hozzám. She came to me. Lehet mondani, hogy nem volt tiszta a szándéka. We can say that her intentions wasn't pure. De mivel Krishnát közelítette meg, but as she went to Krishna, és Krishnának az egyik neve Gunagrahi, one name of Krishna is Gunagrahi. Aki, ami azt jelenti, hogy valaki csak a jót látja a másokban. But means that he can only see the good qualities in others. És hogyha mi is megközelítjük Krishnát, so if you go to Krishna, Krishna tudja látni csak a jó tulajdonságokat bennünk. And Krishna will see only the good qualities in us. És próbál segíteni bennünket. And he try to help us. És lehet, hogy Krishnának az energiái még segítenek abban, hogy meg tudjunk tisztulni. And maybe Krishna's energies help us to purify. De Krishna mindig az oldalunkon lesz, hogy segítsen nekünk. But Krishna will always on our side to help us. Ez történt a Kurukshetrai csata előtt is. That happened before the Kurukshetra war. Hogy ugye meg szerette volna kérni Arjuna és Duryodhan és Krishnát, hogy harcoljon az ő oldalukon. Both Arjuna and Duryodhan wanted to ask Krishna to fight on their side. És a bakták ismerik a történetet, Krishna éppen aludt, és akkor ott leültek az ágyánál. The devotees know the story that Krishna was sleeping, and both of them sat down at his bed. És amikor Krishna felkelt, először Arjunát látta meg, és utána Duryodhant. And then when Krishna woke up, first he saw Arjuna and then Duryodhana. És Arjunának adta a lehetőséget, Arjuna, mit szeretnél? And he asked Arjuna, what do you want? És akkor mondta, hogy szeretném, hogyha az oldalamon harcolnál a csatában. And he said, I would like to have you on my side
on the fight. És akkor Duryodhan is jelezte, hogy ő is ott van. And Duryodhan gave a signal that he's also there. És ő is ugyanezt kérte Krishnától. And he asked the same thing from Krishna. És akkor Krishna adta azt a lehetőséget, hogy akkor tudnak választani, hogy vagy őt válasszák, és ő nem fog harcolni. So then Krishna said that you can choose me, but I won't fight. Vagy választhatjátok az egy Akshahuni hadseregemet. Or you can choose my one Akshahuni army. És Arjuna, mivel téged láttalak meg először, akkor tiéd az első lehetőség, hogy válasszál. And Arjuna, as I saw you first, then you have the chance to choose. És Arjuna és Duryodhannak ez nem annyira tetszett, mert akkor Arjuna úgy gondolt, hogy a hadsereget fogja választani. And Duryodhana didn't really like this idea because he thought that Arjuna will choose the army. Akkor Arjuna Krishnát választotta. But Arjuna chose Krishna. És akkor Duryodhana mondta Krishnának egy mosolyjal az arcán. And Duryodhana with a smile, he told Krishna. Sajnos most már nem választhatlak téged, be kell érnem a hadseregeddel. Unfortunately I can't choose you, so I have to take your army. Ez volt az eredeti terve Duryodhannak. But that was his original plan. És akkor Duryodhan elment, nagyon elégedetten. Duryodhan went away with a great satisfaction. És amikor magukra maradtak, Krishna elkezdte megszidni Arjunát. And when Krishna and Arjuna was alone, then Krishna started to chastise Arjuna. És akkor mondta neki, hogy én direkt úgy formáltam ezt az egészet, hogy te tudjál először dönteni. And Krishna told Arjuna that purposefully I created this situation for you to in a way that you have the chance to choose. Miért nem választottad a hadsereget? Why didn't you took the army? És akkor Arjuna tudta, hogy ez gyakorlatilag egy teszt Krishna részéről. And Arjuna knew that this is a test from Krishna. És tudta, hogy és azt mondta Krishnának. And he told Krishna. Kedves uram. My dear Lord. A harc az én dolgom. Fight is my duty. De én azt szeretném biztosan tudni, hogy a jó oldalon harcolok. But I want to be sure that I'm on the right side. És biztos akarok lenni benne, hogy akkor te az én oldalon vagy, hogy én a te vágyaidat teljesítem. And I want to be sure that you are on my side because I want to fulfill your desires. A harc az én dolgom. Fight is my duty. És gyakorlatilag Krishna elégedett volt Arjunának ezzel a válaszával. Krishna was satisfied with the answer of Arjuna. És elfogadta, hogy Arjunának a szekérhajtója legyen. And he accepted the role to be the chariot driver of Arjuna. Ami azt jelentette, hogy kétkezűleg szolgálta Arjunát, mint a baktáját. But meant he offered a menial service to Arjuna, to his devotees. De ezzel együtt az egész hadseregét odaadta Duryodhannak, hogy Arjuna ellen harcoljon. But in the same time he gave his whole army to Duryodhan to fight against Arjuna. És mi is egy kicsit ilyen helyzetben vagyunk. And our situation is a little bit like this. Elfogadtuk Krishnát, és Krishna támogat bennünket, és Krishna segít bennünket. We accepted Krishna, and Krishna support us, and Krishna helps us. De Krishnának az energiái, főleg az anyagi energia, akkor tesztel bennünket. But Krishna's energies, mainly the material energy, make tests for us. Állít akadályokat az utunkban. She create obstacles in our path. Valaki észrevette esetleg ezt? Anyone recognize that? És ez azt jelenti, hogy Krishna itt van velünk, Krishna segít nekünk. And that means Krishna is with us, Krishna helping us. És Krishna bátorít bennünket belülről, bátorít kívülről bennünket, baktákon keresztül. Krishna encourages us from inside and from outside by devotees. És az energiái pedig biztosítják azt, hogy megtisztuljunk. And his energies make sure that we are purified. És itt is ezt olvastuk ebbe a versben, amit felolvastunk. And that's the same thing what we read in this verse.
Nanda Maharaj bemutatott különböző tisztító ceremóniákat. Nanda Maharaj performed different purifying ceremonies. És nekünk is meg kell tisztulnunk. And we have to also get purified. És az egyik következő vers mond egy jó pár nagyon érdekes részletet a megtisztulásról. And one of the next verses states something really interesting about get purified. Ez a 10. ének 5. fejezetének 4. verse. This is a 10th canto, 5th chapter. 4-es. Text 4. Ó király, az idő elmúlásával megtisztul a föld. O king, by time the soul will be purified. A fürdéstől megtisztul a test. By bath the body is purified. Tisztítástól pedig megtisztulnak a szennyezett dolgok. By cleansing the contaminated things are purified. Tisztító szertartásoktól megtisztul a születés. By purification ceremonies the birth can purify. A lemondástól megtisztulnak az érzékek. By renunciation the senses will purify. Az imádattól és a brámanáknak adott adományoktól pedig megtisztul az anyagi tulajdon. By worship and charity to the brahmanas the wealth will be purified. Az elégedettségtől megtisztul az elme. By satisfaction the mind will be purified. Az önmegvalósítástól, a Krishna tudattól pedig megtisztul a lélek. By self-realization and the Krishna consciousness the soul will be purified. Tehát hogy meg kell tisztulnunk, és amikor megtisztulunk, akkor be tudjuk fogadni Krisnát a szívünkbe. We have to purify and when we are pure then we can accept Krishna in our heart. És a legkönnyebb megtisztulni azáltal, hogy énekeljük Krishna nevét. The easiest way for purification is to sing his names. És beszélünk Krishnáról és hallunk Krishnáról. And when we speak about Krishna and when we hear about Krishna. És ez a visszatérve a keftelésre, hogy ez a putána keftelés gyakorlatilag Krishna reklámozza saját magát a Srimad Bhagavatamban. So to get back to the pastime, with this putana pastime, Krishna is advertising himself in Bhagavatam. Hogyha putánának sikerülhetett, if putana was successful, akkor bárkinek sikerülhet. Then anyone else can do it. Csak gyertek közelebb hozzám. Just come closer to me. És Krishna fog segíteni nekünk. Then Krishna will help us. És minden szempontból adja a támogatását. And he will support us from all viewpoints. De látjuk, hogy még ezek a démonok itt lehetnek a mi szívünkben is. But we can see, we can recognize that these demons are present in our hearts. És Uddhava tovább dicsőíti Krishnát. Uddhava continue glorifying Krishna. Hogyha mindent odaadtál Putanának, akinek az volt a szándéka, hogy megöljön téged. If you gave everything to Putana, who came with intention to kill you, akkor mit fogsz adni azoknak a baktáidnak, akik tiszta szeretettel imádnak téged? Then what will you give to those devotees who worship you with your love? És Krishna tud még többet adni. Krishna can give more. És ahogy megyünk előre, ugye a következő démon, akit elpusztított Krishna Gokulában, a Shakatasura volt. As we go forward, and the next demon who was killed in Gokula was Shakatasura. Ugye Putana képviselte a hamis gurut. Putana represents the false guru. Akik lehetnek kívül. Who can be outside. És lehetnek belül, mint a mi elménk, akinek nagyon komolyan követjük a tanításait. And can be inside like our mind, because we are really strictly follow the teachings of our mind. Azt hiszem mindenki észrevette, hogy megy egy szövegelés belülről. I think everybody recognized that there is a continuous, you know, speaking inside. De nagyon fontos ellenőrizni, hogy nem Putana beszél az elménken keresztül. But it's really important to check
if Putana speaks by our mind. Tehát, hogy nem szabad, hogy engedjük, hogy akkor az elménk Putánának az irányítása alatt legyen. We mustn't let our mind to be directed by Putana. A második démon az Sakatászurá volt, aki a bűnös terheknek a visszahatását jelenti. The second demon is Sakatasura, who is the reaction of sinful activities. És Krishna akkor a lábával csak elrúgt ezeket a bűnös visszahatásokat. And Krishna just kicked away these sinful reactions. Következő démon volt Trinavarta. The next demon is Trinavarta. Maga ez a név Trina, az azt jelenti, hogy fűszálak. The name Trina means blade of grass. És Avarta az, aki felkavarja ezeket a fűszálakat. And Avarta, the one who stir up this grass. És ez utal a hamis büszkeségre, ami főleg a akadémikus műveltségből származik. And this refers to false pride, but comes from academic knowledge. Ugye a fű az lent van a földön, mindenki tapos rajta. The grass is on the ground, everybody step on it. Amikor jön a szél, akkor a fűszálak felrepülnek a magasba. But when there is wind, then these blades of grass go up. És akkor a fűszálak magasról néznek lefelé. And then the blades of grass just looking down. Ugye, mi is amúgy nagyon jelentéktelenek vagyunk. Like us, we are really insignificant. De amikor tudunk valamit, akkor azt gondolhatjuk, akkor, hogy én jobb vagyok másoknál. But when we know something, then we can think that we are better than others. De akkor ez a büszkeség akadályozni fogja, hogy legyen megfelelő kapcsolatunk Krisnával. But then this pride will limit us or become an obstacle to have a nice relationship with Krishna. Ezért nagyon érdekes, amikor nézzük a hat Goszváminak a gyakorlatát. So when we see the practice of the six Goswamis, hogy ők két dolgot számoltak. They were counting two things. Az egyik, hogy hány kör Hare Krishna Mahamantrát énekeltek. One thing was how many rounds they chanted. És a második, hogy hányszor ajánlották tiszteleteljes hódolatukat. And the second, how many times they offered their humble obeisances. Mert ez a tiszteletajánlás nagyon fontos azért, hogy el tudjuk kerülni a sértéseket. Because offering respect is really important to avoid offenses. És amikor ezt gyakoroljuk rendszeresen, ez a tiszteletajánlást. And when we practice regularly offering respect. Mert tiszteletajánlás az úgy néz ki, hogy felajánljuk a tiszteletünket valakinek, akit jobbra tartunk saját magunknál. Offering respect means that we are often offering our respect to someone from who we think he is better than us. És gyakorlatilag akkor, amikor találkozunk valakivel, akkor kell nézni, hogy oké, ő miben jobb, mint én. Practically that means when we meet someone, we should think about in what sense he is better than me. És amikor rendszeresen csináljuk ezt a tiszteletajánlást, and when we regularly practice offering respect, elmében, szavakkal, tettekkel, in our mind, words and activities, akkor ez nagyon segít bennünket abban, hogy ez a hamis büszkeség ez csökkenjen, mert ez nagyon jól leereszti a hamis egót. Then it helps to put down this false pride, because it put down this false ego. Mert a hamis egónak az a természete, hogyha nem próbáljuk csökkenteni, akkor ő pumpálja saját magát. The nature of the false ego, if we do not try to put it down, then by its own it's just puffing up. És ez az egész anyagi világ úgy van megalkotva, hogy akkor pumpálja a hamis egónkat. And this whole material world is created in a way that it will puff up our false ego. És akkor nehézé teszi, hogy alázatosan elcsüki Krisnának a szent nevét. And it makes hard for us to humbly take the holy name of the Lord. És akkor eljutunk ahhoz a kefteléshez, ugye, hogy
Krishna kidönti a Yamala Arjuna fákat. Then we get to the pastime when Krishna destroyed the Yamala Arjuna trees. Yeah, ez a Damodar Lila, ez egy nagyon hosszú keftelés, Srila Sivara Maharaj egy egész könyvet írt róla. The Damodar Lila is really long. Srila Sivara Maharaj wrote a whole book about that. És csak egy pár momentum ebből a lillából. I would like to mention just a few parts of this lila. Hogy ugye Yashoda anya, amikor látta, hogy Krishna eltölte a köpülőedényt, akkor próbálta elkapni. When Yashoda, when mother Yashoda saw that Krishna broke the köpülőedényt. Churning pot. Akkor végül sikerült elkapni a Krishnát. And finally she managed to catch Krishna. És Krishna akkor nagyon sírt, mert félt Yashoda anyától. And Krishna was really crying because he was afraid of mother Yashoda. Yashoda anyánál volt egy pálca. Mother Yashoda had a stick. És Krishna könyörgötte az anyukájához, hogy dobja el a pálcát. And Krishna was praying to mother Yashoda to drop off the stick. Nagyon félt attól a pálcától, Yashoda kezében. He was so afraid of the stick in the hand of Yashoda. És nagyon érdekes, hogy Krishna akkor most félt, vagy csak megjátszotta a félelmet. So did Krishna really feared, or it was just, you know, play of him, that he would be frightened? Mert a probléma, hogyha ugye Krishna félt Yashoda anyától. Because if Krishna had fear towards mother Yashoda, akkor hol van Krishnának a mindenhatósága? Then where is the divinity of Krishna? És a másik oldalt, hogyha Krishna csak megjátszotta, hogy fél. But in the other hand, if Krishna just played like he would be frightened. Akkor gyakorlatilag hogy fog rasszát tapasztalni? Then how he will taste the rasa? És Vishwanath Chakravarti Thakur. Mondja, hogy Krishnának van két tudatállapota. Says that Krishna has two different consciousness. Az egyiket úgy hívják, hogy sarvagya. One is sarvagya. És a másikat úgy hívják, hogy mugdata. And the second is mugdata. Sarvagya azt jelenti, hogy ő mindenről tudatos. Sarvagya means that he is conscious about everything. És mugdata azt jelenti, hogy ő teljesen belefeledkezik a keftelésekbe, és úgy gondolkodik magáról, mint egy közönséges gyermek. And mugdata means he's totally immersed in the pastimes and he think about himself as an ordinary children. És ez a kettő tudatállapot a Krishnának egyszerre van. And these two consciousnesses in Krishna presence in simultaneously. Shashi Gornitai ki jai. És amikor halljuk Krishnának a kefteléseit, when we hear about the pastimes of Krishna, ez a két dolog, ez az, ami miatt tapasztalnak a bakták raszát, magasabb rendű ízt. Then because of these two things, the devotees can experience rasa, this higher taste. Hogy Krishna megnyilvánítja a természet fölötti erejét. Krishna manifests his supernatural power. És így Dayanitai Gaura Hari ki jai. És ezzel együtt úgy viselkedik, mint egy közönséges kisgyermek. But simultaneously he behaves like an ordinary child. Ugye itt ebbe a keftelésbe, hogy fél Yashoda anyától. In this pastime, he is worried of mother Yashoda. De amikor meg akarja Yashoda anya kötözni, akkor nem tudja megkötözni. But when mother Yashoda wants to bind him, then she can't do it. És összekötöttek már annyi kötelet, amennyit csak találtak. And she bound together as much rope as she was able to find. De még két ujnyi mindig hiányzott. But 2 inches is still missing. Ugye, hogyha gondolkodunk Krishnáról, aki
be, ott van benne az egész világ mindenség. If you think about Krishna as someone who inside who there is the whole there is everything. Mennyi kötél kell ahhoz, hogy valaki az egész univerzális formát körbekösse? Then how much rope you need to bind the whole universal form? Ugye, az nagyon-nagyon rengeteg. That's really really a lot. De Krishna nem változtatta meg a formáját, ugyanabban a formában volt. But Krishna didn't change his form, he stayed in the same form. Miközben Yashoda anya nem tudta megkötözni. Mother Yashoda was not able to bind him. De Krishna közben sírt. But Krishna was crying. És elkente az arcán a kajalt. And he smeared the kajal on his face. És félt Yashodától. And he was worried of Yashoda. És akkor végül, amikor Yashodának a szeretetét már ugye nem tudta, nem gyakorlatilag Yashoda anya szeretete legyőzte, azt mondják a magyarázók, hogy kioldotta a hajából a szalagot, és az volt az utolsó, amit oda kötött. And finally the love of Yashoda defeated him. The scriptures said that Yashoda take away a string from her hair, and that was the last rope. És amikor Krishna ezt látta, akkor megadta magát Yashoda anya szeretetének. And when Krishna saw that, then he megadta magát. He was just defeated by Mother Yashoda's love. És akkor engedte, hogy megkösse Yashoda anya. And he let Mother Yashoda to bind him. Szóval nagyon érdekes, hogy írja a Krishna könyv, hogy Krishna úgy gondolkodott, hogy eltörtem a köpüledeint, erre a anyukám megkötözött. Krishna was thinking, the Krishna book says that Krishna was thinking that I broke the churning pot, and because of that Mother Yashoda bind me. De tudok én még megáltalkodottabb lenni is. But I can be more naughty. És akkor Shri Radha Shyama Sundar ki. És akkor elkezdte húzni a köpülőedényt a Yamala Arjuna fák felé. So then he started to pull the mortar towards the Yamala Arjuna trees. És akkor a köpülőedény megakadt a két fa között, vagy mozsár. And then the mortar was stuck between the two trees. És tudni kell a Yamala Arjuna fákról, hogy ezek különleges fák. And these Yamala Arjuna trees are special trees. Ezeket a fákat a utak mellé ültetik. These trees are planted to the sides of the roads. Azért, mert amennyi a lombozata felfelé, ugyanolyan mélyen mennek a gyökerei lefelé. Because as much they growing up, the roots going down the same amount. És ezért nagyon-nagyon erősek. So because of this, they are really, really strong. Ezek a fák nem szoktak kidőlni. These trees just can't, you know, fall down. Lehet, hogy Krishna erről nem volt teljesen tudatos, és akkor kifordította ezt nagyon könnyen ezt a két fát. Maybe Krishna didn't know that, so for him it was very easy to take them off. És akkor volt egy hatalmas nagy robbanás, hobaj, hogy kidőlt ez a két fa. And there was a really big sound that came when the two trees fell down. És amikor hallották ezt a Vrindavannak a lakói, and the Vrindavan residents, when they heard that sound, akkor nem tudták először, hogy honnan jön a hang, megint érkezett egy démon Vrindavan vagy Gokulába. First they didn't know where this sound came from. They thought maybe again a demon came to Gokula. És keresték, hogy ki lehetett az a démon, aki kidöntötte ezeket a fákat. And they were searching who was the demon who take off these trees. És ezzel párhuzamosan, ugye Sri Krishna és a barátai ott voltak gyakorlatilag a kidőlt fák mellett. And Sri Krishna and his friends, they were just next to these trees. És akkor a barátai mondták Krishnának, hogy hát most igazából bajba kerülsz.
And the friend said, "Now you're gonna be really in trouble." Mert amikor eltölted a köpülőedényt, akkor a Jasodanya megkötözött téged. When you broke the churning pot, then Mother Yashoda bind you. Akkor mi fog történni, hogyha kiderül, hogy ezt a két fát akkor kidöntötted? Mit fogsz akkor kapni? Then what will happen to you when you know it came out that you were the one who take off these strings? És akkor Krishna mondta a barátainak, ugye Srila Sivara Maharaj ír erről a könyvében. And Krishna replied to his friends, Srila Sivara Maharaj wrote this in his book. Hogy hát miért nem, miért csak rólam szól, hát mi egy csapat vagyunk. Why is it just about me? We are a team. És akkor úgy határoztak, hogy elbújnak a fáknak a lombjai alatt. So they decided that they will hide under the branches of the trees. És akkor jöttek Vrindavannak a lakói. So the Vrindavan residents came. És nem találtak se démonokat, de nem találták a gyerekeket sem. And they didn't find neither demons, neither the children. És akkor ott beszélgettek. És akkor a gyerekek pedig próbáltak ott elbújva maradni, hogy nehogy észrevegyék őket. So they were talking to each other and the children tried to hide from them. És Krishna kiterjesztette a jogamaya potenciáját, hogy senki se vegye őket észre. Krishna expanded his yogamaya potency, so no one was able to recognize them. De amikor jött Yashoda anya, but when Mother Yashoda came, Yashoda anyának a szeretete akkor meghátrálásra kényszerítette ezt az illúziókeltő potenciát. Her love made this illusory potency to go away. És Krishna akkor úgy döntött, hogy hát lehet, hogy jobb, hogyha nem megtalálnak engem, hanem én jövök elő a rejtek helyemből. So Krishna decided that maybe it's better if they won't find me, but I just reveal myself and take and come out from my hides. Azért is, mert ez a mozsár, ez a fal lombjain kívül volt, amihez Krishna még mindig hozzá volt kötve. And the mortar was outside of the branches of the trees, and Krishna was still bound to it. És amikor Krishna előjött a rejtek helyéről, akkor végül Nanda Maharaj oldozta ki a kötelet. So Krishna came out from his hide and Nanda Maharaj put away the robes. És eszembe jut egy hasonló történet, amikor Krishna és a tehénpásztor fiúk játszottak Apsarakunnál, ami a Govardhan hegynél van. There's another similar story when Krishna and the cowherd boys was playing at Apsarakund, but is at Govardhan hill. Elhatározták, hogy le fogják győzni Rávanát és a Rákshasa hadseregeit. They decided to defeat Ravana and the Rakshasa army. És de egyik tehénpásztor fiú se akart Rákshasa lenni. But none of the cowherd boys wanted to be a Rakshasa. És úgy kicsit unalmas azért úgy harcolni, hogy akkor senki se akar az ellenfél lenni. And fighting is a little bit boring if there is no opponents. De akkor eldöntötték, hogy az Apsarakund másik partján lévő fák, ők lesznek a rákshaszák. So they decided that the trees on the other side of Apsarakund will be the rakshasas. És akkor elkezdték megtámadni azokat a fákat. So they started to attack those trees. És akkor a Apsarakund az lett az óceán, amin át kell kelni. Apsarakund became the ocean, but they had to cross. És akkor Krishna lett Rama, Lakshman, vagy Balaram lett Lakshman. Krishna became Ram, and Balaram became Lakshman. És akkor elkezdték az íjaikat kilőni a fákra, és dobálni a mindenféle fegyverüket. They started to shoot their arrows to the trees, and they started to use all their weapons. És ahogy egyre közeledtek azok a fák, egyre jobban kezdtek hasonlítani a rákshaszákra. And as they went closer and closer, the trees started to look more and more like rakshasas. És annyira kezdtek rákshaszákká válni, hogy kezdtek visszalőni a rákshaszák, és kezdtek ott mellettük robbanni a nyilak, és akkor látták, hogy ez kezd igazi lenni, ez nem csak játék.
And after a time, the trees didn't just look similar like Rakshasas, but they started to fight back. They started to shoot arrows and they started to, you know, blow up bombs. And then the boys recognized this is not just a game. This is actually happening. És amikor Krishna látta Rámaként, hogy a hadseregének kezdenek megijedni a harctól. And when Krishna's Ram saw that his army started to be frightened by the fight, akkor kezdte megszólítani őket, hogy Hanuman, Angada, Nila, Jambavan, harcoljatok. He started to call them that Hanuman, Jambavan, fight. És amikor Krishna ugye mondta ezeket a neveket, akkor a tehénpásztorfiúk elkezdtek átváltozni Hanumánná, Jambavánná, Angadává, majmokká. And when Krishna said these names, then the cowherd voice started to transform to Hanuman, Jambavan, Angada. Teljes fegyverzettel, nyilakkal, vértekkel. Fully weaponed and shields, everything. És akkor elkezdtek harcolni a rákshaszákkal. And they started to fight against the rakshasas. És teljesen beleélték magukat a háborúba. And they were totally in the war. És ugye Balarám Lakshmanként teljesen át lényegük Lakshmanná is harcolt Indrajittel. And Balarám as Lakshman was fighting with Indrajit. És Krishna Rámacsandraként harcolt Rávanával. Krishna as Rámacsandra, he was fighting with Rávana. És amikor már majdnem győztek, and when they almost won, akkor meghallották Yasodának a hangját. Then he heard the voice of Yashoda. Krishna Balarám, gyertek vacsorázni. Krishna Balarám, come to take dinner. És amikor hallották Yashodának a hangját, and when they hear the voice of Yashoda, akkor a rákshaszák visszaváltoztak fákká. Then the rakshasas turned back to trees. Akkor a majmok visszaváltoztak tehénpásztor fiúvá. The monkeys turned back to a cowherd voice. És Yashoda mondta nekik, hogy már rég otthon kellene lennetek, és vacsoráznotok kéne. And Yashoda told them, this is already the time to go home and take dinner. És nem jöttetek. And you didn't came. És akkor Krishna magyarázta neki, hogy akkor most mi éppen Rávanával és a rákshaszákkal harcoltunk. And Krishna told her that we were on our fight with Ravana and the rakshasas. És Balarám mondta, hogy ő harcolt Indrajittel. And Balarám said he was fighting with Indrajit. És már majdnem legyőztem, amikor jöttél. And I almost defeated him when you came. És akkor Yashoda hallgatta őket. Yashoda was listening to them. És akkor mondta nekik, hogy most fontosabb, hogy vacsorázzatok, majd holnap legyőzitek őket. And she told them, now it's more important to take dinner, tomorrow you can defeat them. És akkor mesélték a fiúk, hogy a harcnak a részleteit. And the boys were speaking about the details of the fight. És Yashoda mondta nekik, nagyon, nagyon jó, nagyon ügyesek vagytok, de most kell jönni vacsorázni. And Yashoda said, that's really good, you are really clever, but now this is the time for dinner. És amikor a Yashodának a vágya, hogy enni adjon és megvacsoráztassa Krishnát, annyira erős volt. Yashoda's desire to give food for Krishna was so strong, hogy Yogamájának ez a gyakorlatilag ez a varázslat akkor vissza kellett, hogy vonuljon. Then the magic of Yogamája had to go back. És gyakorlatilag Yashodányának olyan erős a szeretete. The love of Yashoda is so strong, hogy akkor Krishna meghódol az ő szeretete előtt. Then Krishna is just surrendered to his love. És amikor Jiva Goswami említi a Gopal Champu-nak a bevezetésében, Jiva Goswami in the preface of Gopal Champu mentions, hogy bennünket képvisel, amikor beszél. That, Jiva Goswami. When Jiva Goswami is speaking, he represents us. És mondja, hogy amikor hallok Krishnáról, akkor az én kőszívem nem olvad meg. And he says, when I hear about Krishna, my stone heart won't melt.
Amikor hallok Krisnának a társairól, a kőszívem még mindig nem olvad meg. When I hear about the associates of Krishna, my stone heart won't melt. De amikor hallok arról a kapcsolatról, ami Krishna társait Krishnához fűzi, but when I hear about the relationship, the connection, what makes a bondage between Krishna and his associates, akkor a szívem elkezd megolvadni. Then my heart starts to melt. És ez nagyon fontos, hogy halljunk Krishnának és a társainak a kapcsolatáról. It's very important to hear about Krishna, hear about the relationship between Krishna and his associates. Mert amikor hallunk erről a kapcsolatról, because if we hear about this relationship, akkor felébred bennünk is a vágy, then the desire in ourselves will be awakened, hogy én is szeretnék egy szeretetteli kapcsolatot Krishnával. That I also want a loving relationship with Krishna. És ez a vágy, ez ki tud bennünket emelni az anyagi világból. And this desire can lift up us from the material world. Még egy utolsó dolog, ami eszembe jutott erről. The last thing that came into my mind from this. Hogy amikor Yashoda anya, ugye a tehénpásztor fiúk akkor játszottak, és bepanaszolták Yashoda anyánál Krishnát, hogy Krishna földet evett. When the cowherd boys told to Mother Yashoda that Krishna ate soil, akkor Yashoda anya hívta Krishnát, hogy oké, hadd nézzem meg, nyisd ki a szádat, hogy most ettél földet, vagy nem ettél. Then Yashoda called Krishna that show me if you ate dirt or not. És Krishna mondta, hogy igazából hazudnak, én nem ettem földet, csak összevesztünk a játékba, és akkor azt akarják, hogy te büntessél meg engem. And Krishna said they are just lying. They had a game and they lose and this is their revenge. They try to convince you to punish me. És akkor Yashoda anya nem volt teljesen meggyőzve. But Mother Yashoda wasn't convinced totally. És akkor mondta neki, hogy jó, azért nyisd ki a szádat, hagyd nézzem meg, hogy akkor most ettél-e földet, vagy nem. So she told him to open your mouth, and then I can see that if you ate dirt or not. És amikor Krishna kinyitotta a száját, and when Krishna opened his mouth, akkor Yashoda anya meglátta az egész univerzális formát Krishnának a szájában. And Mother Yashoda saw the whole universal form in his mouth. És akkor Yashoda anya nagyon elámult ezen. And Mother Yashoda was really astonished by that. De Krishna emlékezett erre, hogy azt mondták, hogy földet ettem, és akkor Yashoda anya akkor elővett engem. But Krishna remembered that when the others told to Mother Yashoda that I eat dirt, then Mother Yashoda called me. És amikor volt később az a keftelés, hogy mentek a tehénpásztor csordával. So later when they had the pastimes that they were going the cows. És egy erdőtűz körbevette őket. And the forest fire was around them. És a tehénpásztor fiúk elkezdték futni Krishnához, hogy Krishna, ments meg bennünket, mert elemészt ez a hatalmas nagy tűz. Then the coward boys ran to Krishna and asked his help, please help us because this huge forest fire will burn us. És Krishna akkor úgy döntött, hogy lenyeli az erdőtüzet. And Krishna decided that he gonna swallow the forest fire. De közben gondolkodott. But during that he was thinking, hogyha Yashoda anya fogja hallani, hogy én tüzet ettem, akkor nagyon-nagyon ki fogok kapni. If Mother Yashoda would know that I ate fire, then she will punish me. Amikor földet ettem, akkor is problémám volt. When I ate dirt, I had problems. Akkor most még nagyobb problémám lesz. So now I'm gonna have bigger problem. És akkor mondta az összes tehénpásztor fiúnak, hogy mindenki csukja be a szemét. So he asked all the cowherd boys to close their eyes. És amikor becsukták a szemüket, akkor lenyelt az erdőtüzet. And when their
all of them closed their eyes, then Krishna swallowed the first fire. És akkor utána mondta nekik, hogy most már kinyithatjátok. And after that he told them that now you can open your eyes. Mert nem akart, hogy egy valaki is mondja Yashoda anyának, hogy akkor most lenyelte a tüzet. Because he wanted none of them to tell Yashoda that he swallowed the fire. Tehát, hogy egyszerre van a kettő, hogy ő neki nem probléma, nem gondolja, hogy probléma lenyelni az erdőtüzet. So this is simultaneous. For him to swallow the forest fire is not a problem. De ez egy együttelőleg akkor úgy gondolkodik, mint egy kisgyerek, akit meg fog szidni az anyukája, hogyha ilyen dolgot csinál. But simultaneously he's thinking in a way like an ordinary child who will be punished by his mother. És ez a kettő az egyszerre van. And these two is simultaneously there. És hogyha olvassuk a Krishna könyvet, akkor nagyon sok ilyen esemény van. If you read the Krishna book, then there are many situations like this. És ez, ennek a kettőnek a találkozása okoz rasszát, ez ad egy magasabb rendű ízt. And when these two meet, then that creates rasa, that creates a higher taste. És ez a magasabb rendű íz ki tud emelni bennünket az anyagi világból. And this higher taste can elevate us from the material world. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Thank you for your attention. Shri Krishna Janmastami ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai Nitai Gaura Prema Nandi. Shri Radha Shyama Sundara ki jai.